Hagyomány és megújulás, megnyílt a hegyvidéki adventi vásár. Ünnepi fényekbe öltözött Budapest, félmillió izzó és egy 14 méter magas fenyőfa díszíti a fővárost. Memento, emléktáblát avattak Anda Géza zongora művész tiszteletére. Jó estét kívánok, 19 óra van, híradónkat látják. Régi és új kiállítókkal, kézműves termékekkel, pónifogattal és családias hangulattal várja az érdeklődőket a 11. hegyvidéki adventi vásár. A tavalyi évhez hasonlóan nem csak hétvégén, de kedden és csütörtök délutánonként is lesznek kulturális programok. A szervezők célja, hogy a vásár családias hangulata továbbra is megmaradjon. Készül a kürtös kalács és gőzölög a forró tea, megnyílt a hagyományos hegyvidéki adventi vásár, szám szerint ez már a 11. Vannak olyan kiállítók, akik a kezdetektől jelen vannak, mint például ez a Székelyudvarhelyről érkezett házas pár. Amikor a tekintetből a szeretet, a megelégedés sugárzik, akkor nekünk az egy olyan jó megelégedés. És természetesen akadnak olyan újonnan érkezett kereskedők is, akik egészen különleges termékeket kínálnak. Vannak nagyon érdekes gyógynövénykivonatos mézeink, ezt egy biológussal körültve készítjük, ez többféle növény tartalmaz, és így nagyon jó élettani hatást érünk el. A vásár megnyitóján elhangzott, az adventi vásár nem csak az ajándékvásárlást könnyíti meg, de egyúttal az ünnepre hangulódást is segíti. Kovács Lajos alpolgármester úgy fogalmazott, a rendezvénysorozat a hegyvidék adventi koszorúja, amely folyamatosan megújul, de mégis megmarad családias jellegénél. Jelenleg 8 új kiállítónk van, hála Istennek az elmúlt évekre visszatekintve vannak olyanok, akik az elmúlt 11 éve folyamatosan itt voltak, tehát ez azt jelenti, hogy ez a karácsonyi vásár mind hangulatában, mind gazdaságilag egy működőképes konstrukció. Amiben megújultunk idén többek között a faházaikban, 7 darab új faház készült el, a jurtátból egy új jurtát vettünk, amely most már a kerületé. Visszakerül a pónifogat szombatonként, ami azelőtt éveken át volt, majd néhány évig eltűnt, amikor egy picit úgy tűnt, hogy ez kevésbé kelti fel az érdeklődést, de most többször, vagy több csatornán jelzett igényként merült fel, ezek mind-mind újak. Idén 8 iskola és 10 óvoda nevezett a Holleanyó című rajzpályázatra. A vásár megnyitóján a legjobb munkák alkotóit is díjazták. A mesének a lényege az olvasott, hallgatott mesének, hogy elképzeljék a gyerekek, mert a rajzfilm az már készen van, egy kész termék, és azt csak úgy kell befogadni teljes egészében. Az olvasott, illetve a hallgatott mesének az a nagy előnye, hogy a gyerekek maguk elképzelik mindazt, amit olvasnak vagy hallgatnak. És még egy plusz tovább lépés az, hogyha ezt az elképzelt világot, amit a képzeletükben, ami megjelenik, ezt még papírra is vetik és meg is rajzolják. Látjátok, pásztortársak, milyen nagy fényesség támadott! A Kis János Altábor nagy utca Böszörményi út és Margaréta utca közötti szakaszán egészen karácsonyig gasztronómiai különlegességekkel, kézműves termékekkel, a helyi óvodások és iskolások műsoraival, közös gyertyagyújtással, valamint koncertekkel várják a látogatókat. Az önkormányzat mellett felállított gyurtasátorban pedig akár hóembert is lehet készíteni marcipán gyurmából. Veszek el fehéret, így megdúlom, és elakok még egy fehéret, és még egyet is van, hát kinovom a lánomom a szemét, a gombjait, a száját. A Kis János Altábor nagy utca érintett szakasza a vásár végéig zárva lesz az autósok előtt. December 1-től lehet nyilatkozni a bankoknál a februártól igénybe vehető havi kétszeri ingyenes készpénzfelvételről. Azoknak, akik nyilatkoznak, februártól havonta kétszer összesen legfeljebb 150 ezer forintig ingyenes lesz a készpénzfelvétel a bankautomatákból. A kedvezményt mindenki csak egy számlán érvényesítheti, és erről január 20-áig nyilatkoznia kell a bankjánál. Akiknek nincs bankkártyájuk, azok 2014 végéig a bankfiókokban vehetnek majd fel készpénzt havonta kétszer ingyenesen a számlájukról.
Ünnepi fényekbe öltözött Budapest. Tallus István főpolgármester gyújtotta meg vasárnap az első gyertyát a főváros adventi koszorúján, ezzel egy időben pedig felkapcsolták Budapest karácsonyi díszkivilágítását. Az ünnepségen Milan Bandić Zágráb főpolgármestere is részt vett, aki a testvérvárosi kapcsolat jeléül egy 14 méter magas feldíszített fenyőfát ajándékozott Budapestnek. Az adventi koszorú fenyője emlékeztet bennünket Krisztus születésére. Az advent üzenetéről beszélt dr. Bolberic Pál, római katolikus pap, Budapest díszpolgára az Advent Budapesten új téli fesztivál megnyitóján. A négy gyertya a koszorún emlékeztet bennünket arra, hogy várjuk a világ világosságát. Bolberic Pál ezután megáldotta a Városháza Parkban elhelyezett adventi koszorút. Az ünnepségen Tarlós István főpolgármester úgy fogalmazott, fontos, hogy a várakozás időszakában azokra is gondoljunk, akik nélkülöznek. Gondoljunk az idősekre, az olykor szülők nélkül fölnövő gyerekekre, az egyedül maradtakra, nincs telenekre. Mislimo na djecu koja ponekad rastu bez roditelja i mislimo na ljude koji pate od neimaštine. Tegyük meg a tőlünk telhetőt azért, hogy ez az ünnep számukra is méltó lehessen. Az ajándék akkor az igazi, ha szívből szívnek szól. Mostantól ez a 14 méter magas fenyőfa is ékesíti a Városháza teret. A feldíszített fát a testvérvárosi kapcsolat jegyében Zágráb főpolgármestere ajándékozta a magyar fővárosnak. Ez a testvéri gesztus, ez az ajándék méltókép jelzi a közös múlt és a kölcsönös, valódi barátság értékét, melyet az immár közös európai hazában is őriznünk kell, és ezt is szándékozunk. A horvát főpolgármester azt mondta, nagy öröm számára, hogy Bécs, Berlin és Róma után most Budapestnek is fenyőt ajándékozhattak. Adventská cvieča i božićna jelka unesu još više ljubavi i rasplamsaju plamen ljubavi između dva prijateljska grada i dva prijateljska naroda. Kívánom, hogy az advent fényei, a fenyőfa díszei és ez az ünnepség még jobban megerősítse a két város és a két nép közötti szeretetet és együttműködést. Budapest adventi koszorúján Tarlós István gyújtotta meg az első gyertyát, ezzel egy időben a város összes pontján felkapcsolták a karácsonyi díszkivilágítást. Város szerte több mint 500 000 energiatakarékos fényforrás jelzi az ünnep közelettét. Az ünnepséggel az Advent Budapesten új téli kulturális fesztivál is megnyílt. A rendezvényre már most is sokan voltak kíváncsiak. Többen azt mondták, már most elkezdték az ünnepre való készülődést. Készülünk, igen, lélekbe elsősorban. Aztán ilyen alkalmakkor eljövünk a karácsonyi vásárba. Itt a Városháza téren egészen karácsonyig minden nap családi programokkal, színházi sátorral és kirakodó vásárral várják az érdeklődőket. Újraindul az előző kormányzat által 2009-ben meghirdetett, de forráshiány miatt leállított panelprogram, jelentette be a Nemzeti Fejlesztési Miniszter. Németh Lászlóné elmondta, mintegy 8000 lakás újulhat meg a Panel 2 program során a jövőben. A miniszter hangsúlyozta, hogy a Panel 2 program befejezéséhez szükséges összeg rendelkezésre áll, így finanszírozni tudják az eddig tartaléklistán lévő 140 lakóközösség által igényelt támogatást. Emléktáblát avattak a Hegyvidéken a világhírű zongoraművész Anda Géza tiszteletére. A művész életének nagyobb részét Svájcban töltötte, 20 éves koráig azonban a 12. kerületi Tarcsai Vilmos utcában élt. A megemlékezésen részt vett Szőcs Géza, miniszterelnök kulturális főtanácsadója és Anda Géza családja is. Ebben a házban a Tarcsai Vilmos utca 19-ben élt 20 éves koráig a zongora trubadúrjának nevezett Anda Géza. A világhírű zongoraművészt 14 évesen vették fel a Zeneakadémiára, ahol olyan mesterek tanították, mint Kodály Zoltán, Weiner Leo és Doknányi Ernő. A művész 1943-ban Svájcba költözött, de magyar származása egész életében fontos maradt számára. A hétvégi emléktábla avatáson Kovács Lajos, a Hegyvidék alpolgármestere azt mondta, kevesen tudják, hogy Anda Géza
Ferenca 12. kerületben nőtt fel, és ezen évek óta szeretnének változtatni. Ennek a táblának az avatása ez külön egy érdekes történet, hiszen közel egy évvel esztendővel ezelőtt mi megkoszoroztuk már ezt a házat éppen az ő tiszteletére, és akkor ígéretet tettünk, hogy ide ezt a táblát is el fogjuk helyezni. Ezt az ígéretet most valóra váltottuk, elhelyeztük, és hála Istennek éppen most, hogy egy Anda emlékhét van, és események a Zene Akadémiával közösen, így sikerült a családot is erre az eseményre meghívni, és így nekik sikerült részt venni rajta, hála Istennek. Tehát nagyon szép családi környezetben tudtuk felavatni a táblát. Az ünnepségen a művész családja is részt vett. Anda Géza özvegye, Hortanz Anda azt mondta, egész családjuk hálás az országnak és Budapestnek, hogy emléket állítottak a művésznek. It also, which gives me great pleasure, it shows also the... Ami külön jó érzéssel tölt el, hogy ez a gesztus is azt mutatja, milyen jó a kapcsolat Svájc és Magyarország között. Már Géza élete nagyobb részét Svájcban töltötte, egy része mindig magyar maradt, ezért jó látni a nevét ezen a falon. A kulturális tárca két évvel ezelőtt Anda Géza születésének 90. évfordulóján kezdte meg a közös munkát a hegyvidéki önkormányzattal annak érdekében, hogy a Svájcban világhírűvé vált zongoraművésznek Magyarországon a szülőhazájában is méltó emléket állítsanak. 2011-ben az akkor még kulturális államtitkár Szőcs Géza is részt vett Anda Géza egykori Tarcsai Vilmos utcai lakóházának megkoszorúzásán, ezt követően kezdeményezték a most felavatott emléktábla kihelyezését. Anda Géza azok közé, a magyar művészek közé tartozik, akik rendkívül imponáló módon jelenítik meg a magyar kultúrát. Annál furcsább, annál paradoxálisabb, hogy máig kellett várnunk ennek az emléktáblának az elhelyezésével. Szőcs Géza hozzátette, terveik szerint néhány éven belül szobrot állítanak a világhírű zongora művész tiszteletére a Tarcsai Vilmos utca közelében. Énekelt a japán császár előtt, de a spanyol király és az angol uralkodói ház is megismerhette általa a magyar népzene gyöngy szemeit. A világhírű Kossuth és Liszt Ferenc díjas népdalénekes Sebestyén Márta ad ingyenes adventi koncertet a Barabás villában december 4-én. A koncerten közreműködik Havas Réti Pál és Szabó Zoltán. Híradónkat visszanézhetik a hegyvidéktv.hu-n a videótárban. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!